2021 őszén mintegy 2000 tanfolyam indult az ország közművelődési intézményeiben, köszönhetően a Tudásunkkal kézenfogva programnak. A szakkörcímet viselő kezdeményezés részeként 6 kézműves tevékenység elsajátítására nyílt lehetőség fél éven keresztül. Az innovatív megmozdulás tatai záró eseményén a nemezelő, vesszőfonó és mézes kalács készítő kurzusok alkotásait mutatták be. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy azok a kis közösségek, akiknek igény van arra, hogy közösen együtt lenni és együtt tanulni kézügyességet, praktikákat, taktikákat, nagyon sok ilyen kis léptékű. Ugye a pandémia miatt nem nagyon tudtunk a nagy programokkal foglalkozni, a kényszer vitt bennünket arra, hogy ez a 10-15 fős kis léptékű képzéseket próbáljuk erőltetni, hiszen azt lehetett, meg lehetett oldani a vírus helyzettel kapcsolatos előírásokat úgy, hogy nem voltak egészségügyi problémák, és hát kicsit hangulatosabbá is tette. Nagyon sok olyan ismeretség született, amiből komoly barátság kapcsolódik hozzá. A munkaszervezet tagjai jobban meg tudtak ismerkedni a tagjainkkal, közvetlenebb lettek a kapcsolatok, és hát mellette azért egyre több rendezvényeket látogatják, és ez örömmel tölt el bennünket. A kezdeményezésre pályázó intézmények az elnyert szakkörök tudásanyaga mellett alapanyagot is kaptak. A mi megyénkben közel 50 szakkör indult el, ez egy gyönyörű szám. Egy-egy település attól függően, lakosságszámtól, illetve intézménytípustól függően tudott egy vagy három szakkört elindítani. Itt Tatán ugye három szakkör is indult, és számunkra is egy hatalmas öröm, ahogy látjuk, ahogy a szakkörök alkalomról alkalomra alkottak, és újabb és újabb szépségek jöttek létre. A program sikerére való tekintettel várhatóan júniustól ismét új szakkörökre lehet pályázni.